Köszönöm szépen a bemutatást, és köszönöm szépen ezt a kedves fogadtatást. Gyorsan el is kezdem az én történetemet, amit a Robi és a Timi kért tőlem. Ugyanúgy, mint ahogy te, én is megszülettem. Én kis kopasz gyerek voltam, kevés hajjal, most sincs sokkal több, de azért valamennyi talán. És az én szüleim óriási szeretettel próbáltak engem terelgetni, mint ahogy biztos a te szüleid is, az ő tudásuknak megfelelően. Lehet, hogy a szüleid elfogultak veled szemben, de lehet az is, hogy kemények veled szemben, de mindezt azért teszik, mert hogy szeretnék a te életedet minél jobbá tenni, illetve szeretnének neked minél többet segíteni, példát mutatni. Édesapám vájár volt, édesanyám pedig szakács. Három gyerekes családból jöttek mindketten, ezért ennek köszönhetően nekem nincs testvérem, mert jobb lesz az nekem, ha nem lesz testvérem, mert így legalább egy kicsit több jut, mint nekik jutott. Ebből a meggondolásból én mindig követeltem a testvér, de sose lett. Viszont átgondoltam azt, amikor az édesanyámnak azt mondták a szülei, hogy ő nem tanulhat tovább azért, mert nincs rá pénz. És a két fiú testvér volt jogosult arra, hogy ők tanulhassanak. Mind a kettőből mérnök lett, édesanyám pedig kétkezi munkával kereste a pénzt. Óriási példák voltak mindketten számomra. Én Cereden nőttem föl, egy határszéli kis faluban, Salgótarjántól északra. Mindig úgy szoktam mondani, Dugdajpuszta bányatelep alsó sarka. Mert hogy egy nagyon picike kis falu, egy 800 fős falu, akkor, amikor eljöttem onnan 20 évvel ezelőtt, akkor 1200-an voltak. De mivel Magyarországon élünk, eléggé megy le a falvaknak a létszáma, hát itt is. Ebben a kis faluban, mint ahogy most Magyarországon és általában a világon működik a Facebook, ott is tudott mindenki mindenkiről, csak szóhagyomány által terjedt, tehát ott offline, itt meg online is lehet dolgozni. Miért is mondtam el, hogy a szüleim honnan indultak? Mert ezek az én gyökereim. Tehát onnan kaptam egy indítatást arra, hogy esetleg egy picit másképp éljem az életemet, mint ahogy ők éltek. Nem tudom, te szerettél-e kapálni, vagy volt-e kapa a kezedbe? Én nem szerettem kapálni, főleg amikor beálltam a sorok közé, a kukoricasor közé, és nagyon végtelennek tűnt a tengeri. És nem szerettem csinálni. Viszont nagyon jó meditációs folyamat volt a kapálás, mert hogy tudod, a megszokott mozdulatokat már tudtad csinálni, és gondolkodni is tudtál közbe. De nem mennék ennyire előre. Szóval, hogy átlagos életet éltem, egy családi házban laktunk, amit az édesapám és az édesanyám épített föl, és ami folyamatos tatarozás alatt volt, és állandóan utáltam, hogy mindig építkezünk, és mindig hozzárakunk, és mindig fürdőszobát csinálunk, és mindig ezt csinálják, meg azt csinálják. De mit tanultam ebből? A gyarapodást. A törekvést arra, hogy hogyan lehet gyarapodni, és hogyan lehet nőni fokozatosan, és hogyan lehet birtokolni azt, amit már megvan. Biztos, hogy hallottál arról, hogy nagyon sok pénzt megnyertek emberek lottón, és utána 5 év múlva már nem volt egy fityingje se. Mert nem tudta birtokolni azt a pénzt, amit megkeresett. Biztos, hogy hallottál már olyat, hogy hirtelen milliómos lett valaki, és akkor utána így elszálltak a milliók. És nekem a szüleim azt tanították meg, hogy hogyan kell birtokolni azt, amit már megszereztem. Azt tanították meg, hogy hogyan kell pénzügyi intelligenciával rendelkeznem. És hogy hogyan kell azt a pénzt, amit megkerestem, azt okosan akár befektetni, akár olyan dolgokba betenni, amitől esetleg még a pénzügy gyarapodni fog. És akkor még nem volt cashflow négyszög. És akkor még nem volt Robert Kiyosaki. Csak volt egy kockás füzet, amivel szépen, okosan próbáltam beosztani, hogy ennyi volt a bevétel, ennyi volt a kiadás, és a kettőnek valahol egyeznie kellett, mert hogyha egyik megcsúszott, főleg a kiadás oldal, akkor már valami baj van. Aztán
Voltak életemben nagyon szép előkészületek. Előkészületek arra a sikerre, amit most már megélek. Szóval, hogy azt a csoportot, akik itt vagytok, és akik nincsenek itt, azt sem a szél hordta össze. Hanem egyszerűen ezt a csoportot is meg kell tanulni birtokolni. Tudod mit? Meg kellett tanulnom a sikert. Meg kellett tanulnom elfogadni a sikert. Nem tudom, hogy ha téged megdicsérnek, akkor szendél lehunyod a szemedet, és azt mondod, hogy ó, hát ezt a ruhát már nagyon régen vettem. Vagy azt mondod, hogy igen, köszönöm. Na, nekem ezt meg kellett tanulni. Lehet, hogy ezt neked csípőből megy, nekem ezt tanulnom kellett. Amint látod, már integetni megtanultam kicsiként. De amint látod azt is, hogy azért raktam föl azt a Katisza bogaras fotót, mert az vagyok én, tehát akinek ilyen szarvacskája van. Azért raktam föl, mert biztos, hogy te is voltál farsangi bálon, vagy farsangon, ahol a szülők előtt neked el kellett mondani verset, vagy hogy beszélni kellett az emberek előtt. Figyelj, oviba még ment. Iskolába már nem ment, nem tudtam beszélni emberek előtt, mert összeestem. Ha felszólítottak az osztályba, akkor tetsz, ha elfehéredett, és akkor már a pad alatt volt. És hogy ezt meg kellett tanulni. Először egy ember előtt beszéltem, aztán kettő, aztán öt, aztán tíz, aztán most már nem probléma egy egész aréna előtt sem beszélni. De itt is a fokozatosság elvét tartottam be mindenben. Aztán volt egy keresztapám, aki Amerikában élt. És tudjátok, amikor Amerikából abban az időben kaptam ezeket a gyönyörű képes lapokat. San Francisco, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. És képzeljétek el, hogy ezeket a képes lapokat összeszedtem az egész rokonságból, és én ezt kipakoltam a falra. És titkon, de tényleg csak titkon, mert ugye ne álmodozz, fiam, titkon abban reménykedtem, hogy egyszer én is meg fogom nézni, és egyszer lehetőségem lesz nekem is ezt megnézni. De legalább az egyiket. Tehát, hogy nem az összeset, csak legalább az egyiket. Csak a Golden Gate hídra fölállni. Vagy csak beállni Las Vegas közepébe. Tudod, Herman, tetsz a Ceredről, csak úgy a Las Vegas közepébe. Mennyire volt reális ez az álom? Azt mondta az édesanyám, hogy nem szabad álmodozni. Mert az álmodozás az élet megrontója. Hallottad már ezt? Hányszor mondják ezt neked? Hányszor rakják be ezt a tudatalattidba? Hogy te úgyse vagy rá képes, te úgyse fogod megcsinálni. De, hidd el, képes vagy megcsinálni. Amit az emberi elme el tud képzelni, azt meg is tudja valósítani. És te egy képes ember vagy, hiszen azért ülsz itt, mert vannak elképzeléseid, és vannak álmaid. És lehet, hogy a szombati nap elején még azt mondtad, mint ahogy itt egy új munkatársam mondta, Mário, hogy vidám vasárnap. De megérkezik hozzád az üzenet. Tehát a nap végére biztos, hogy megérkezik hozzád az üzenet. Hozzá megérkezett már tegnap este. És elkezdett álmodozni, és elkezdett gondolkodni. Mert egy hagyományos vállalkozásban pörgeti az életét. És hiába keres jól, de nincs idő a feleségére, a kisfiára. És hogyha te ebben a dologban élsz, akkor hidd el, hogy a lehető legjobb helyen vagy. Mert lesz megoldás az életedre. Aztán a keresztapám is azt mondta, hogy az, amit én elképzeltem, mivel nem vagyok jó sem matematikából, sem nem tudok hangosan olvasni, ezért biztos, hogy nem fogok jutni ki Amerikába. És nem tudom, mi a kettő között az összefüggés, de ő megtalálta biztos. És amikor kijutottam Amerikába, akkor azt mondta, hogy szerencsém volt. Tehát, hogy amikor te eléred a sikeredet, készülj föl rá testileg, lelkileg, gondolatilag, hogy neked szerencséd volt. Ez lesz a válasz.
Képzeljétek el, visszamentem a munkahelyemre, én ápolónőként is dolgoztam Salgótarjánban, baleseti sebészeten, mert ugye amikor legelőször egészségügy területére indultam el, akkor én mindenképpen gyerekekkel akartam foglalkozni, dolgoztam 10 évig bölcsödébe, aztán a bölcsödét bezárták, elkerültem idősek otthonába, aztán közben elváltam, megszületett a lányom, és úgy gondoltam, hogy nekem most olyan frissítés kell, olyan adrenalin kell. És akkor kiválasztottam a kórház legnyugisabb területét, a baleseti sebészetet, és hát ott volt adrenalin, nem kellett sokat beszélgetni, de volt adrenalin. És képzeljétek el, hogy amikor már foreveröztem, és ezt a vállalkozást csináltam 10 éve, így kíváncsiságból visszamentem a munkahelyemre. És 10 év alatt semmi nem változott. Ugyanazok az emberek voltak ott, csak 10 évvel öregebbek voltak. Ugyanaz volt a főorvos, csak 10 évvel öregebb volt. Amikor tudtam, hogy milyen autója van a főorvos úrnak, és megkérdezte, hogy na tetsz, hogy megy ez a biznisz, milyen autója van? Én megmondtam, hogy hát egy Volkswagen borám. És akkor mondta, hogy neki is. Az egy kicsit úgy már betalált. Aztán bementem a nővérszobába, a kávéfőző ugyanazon a helyen volt, a tisztalepedő ugyanazon a helyen volt, a bútorok ugyanazok voltak, csak 10 évvel kopottabbak voltak. És amikor megkérdeztem, hogy gyerekek, tartsatok velem, menjünk ezen az úton, azt mondták, hogy nekem már szerencsém volt, és én már jó időben elkezdtem. Akkor meg kiröhögtek. És hogyha te ezzel így szembesülsz napi szinten, az teljesen jó. Tudod, miért jó? Mert megedz. Megedzi a testedet, megedzi a lelkedet, megedzi a hozzáállásodat. Tehát ez az egészségügy területe. Nem tudom, hányan dolgoztok egészségügyben. Mennyire látjátok a szép jövőt az egészségügyben? Tudom, hogy rengeteg elkötelezett ember dolgozik az egészségügyben. Ugyanúgy, mint ahogy az ágy szakmában, Zahár Zsolt, és mint ahogy az autószerelésben, vagy a kőműves munkában, ugyanúgy vannak jó ápolónők, meg rossz ápolónők. Jó kőművesek, meg jó kőművesek. Hidd el, ebben az üzletben nem tudsz hibázni. Tehát ez az üzlet neked mindent megbocsájt. Ha te most úgy érzed, hogy nem értél még meg erre a munkára, és most vagy itt először, hidd el, előbb-utóbb meg fogsz érni erre a munkára. Előbb-utóbb beérik a kis fejedben az, hogy hát, mégiscsak ki kéne próbálni. És azt láttam, hogy aki a Forever-nél sikereket ér el, az utána ragaszkodik ehhez a sikerhez. És lehet, hogy pár hónapra, pár évre elmegy a Forever-től, és abba hagyja, de sose hagyja valójában abba, mert visszaérkezik ebbe a csoportba, visszaérkezik ebbe a világba. És én azt tapasztalom, hogy ezek az emberek, akik visszajönnek, azok már sose mennek el. Lehet, hogy megmarad, mint termékhasználó, lehet, hogy olyan elkötelezett hálózatépítő leszel, hogy te leszel a Varga Robi legerősebb lába. Nem tudhatod. De próbáld ki. Vagy a tecáj. Ja, vagy a tecáj, igen. Igen. Aztán, mint említettem, hát már 20 évesen öreg lánynak minősítettek, és 20 évesen mentem férjhez. Tudom, ma már a 20 éves, az még egy gyerek, de akkor már az én 17 éves osztálytársaim, azok már férjhez mentek. És én 20 évesen már öreg lány voltam. És 21 évesen megszültem a lányomat. És én azért mentem férjhez, hogy abból a szülői szigorból valamilyen úton, módon kimeneküljek, vagy kijöjjek, amiben éppen voltam. És akkor egy GPS-t raktam a fejembe, és azt mondtam, hogy egy új életet kezdek, és férhez megyek, és gyereket szülök, és bla bla bla. És képzeld el, hogy az álmaim az így elfüstöltek, így elrepültek, és nem voltak álmaim, és nem voltak céljaim, hanem otthon voltam a lányommal, neveltem, az egy nemes cél, hogy otthon vagy a gyerekeddel, persze. Csak egy dolgot ne felejts el, előbb-utóbb az a gyerek kirepül, és akkor te ott maradsz célok nélkül.
Mert az is cél, hogy elviszed balettozni, meg az is cél, hogy elviszed külön órára, meg elviszed plusz oktatásokra. Persze ez cél, és a mindennapi mókuskerekedet éled, folyamatosan csinálod. De figyelj, az a gyerek előbb-utóbb kirepül. És az a gyerek előbb-utóbb éli a saját családjával a saját életét. És te ott maradsz a pároddal, és néztek egymásra, hogy oké, és akkor most mit kezdünk magunkkal? Én ezt átéltem, tehát én ezt azért mesélem el neked, hogy átéltem. Aztán a lányom 8 éves volt, általános iskola első osztályos, amikor elváltunk. Úgy döntöttem, hogy GPS. Újra kezdem az életem. Újra tervezem. Így van. És éltem egyedül egy ideig, a szüleim rengeteget segítettek, rengeteget támogattak, akkor, amikor a lányomat nem tudtam éppen hová tenni, és elkezdtem dolgozni, akkor ők voltak azok, akik vigyáztak a Dettire. És a GPS hozott egy új pasit. 4 évig éltünk együtt. 1 évig Forever hálózatot építettünk. 1 évig Forever hálózatot építettünk. Tudod, ő ment jobbra, én mentem balra, és dolgoztunk. És ez alatt az 1 év alatt elértük a senior menedzseri szintet. 3 hónap alatt lettünk igazgatók, és 1 év alatt senior menedzserek lettünk. És utána úgy döntöttünk, hogy GPS. Újra tervezés. Ő ment jobbra, én mentem balra. Én megtartottam az üzletet, ő pedig újra kezdte az életét máshol, másképpen. És figyelj, én nagyon hálás vagyok ennek az embernek. Tudod miért? Mert megtanította a hagyományos vállalkozásban létezni. Megtanította azt, hogyan kell egy házasságkötő termet üzemeltetni. A végén már én üzemeltettem. Együtt csináltunk diszkót. Ilyen tini diszkót. Aztán megnyitottuk a komoly felnőtt diszkónkat. Aztán a komoly felnőtt diszkót a nyitóbulinál be is zártuk, mert nem volt nyitóbuli, mert elvágták a vezetékeket. Aztán GPS. Újra terveztük az életünket, és ott már egyedül terveztem az életemet. 1 évig egyedül voltam, és beledöglöttem a válásba. Csak 14 kilót fogytam le. És tudod mit? Ha termékek nincsenek, akkor lehet, hogy én se vagyok. Mert a gélen és a zöldségtablettán kívül semmi más nem marad bent. És tudod, amikor 38-as méretről lefogysz 34-esre, az már egy kicsit gyerekes, mármint a méret. És közben dolgoztam, és közben szépségklinikákat tartottam, közben jártam le Pécshirdre, Rócz Zsoltékhoz, közben jártam Halmi Istvánékhoz, Miskolcra. Közben Kecskemétre jártam az Annáékhoz. Folyamatosan beledobtam magam a munkába. És tudod, akkor, amikor csinálod, folyamatosan benne vagy a munkába, észre se veszed az időt. És eltelt egy év, és rájöttem, hogy 2 évig az én gyerekemet a szüleim nevelték. Mert én csak hétvégén mentem haza, hogyha nem volt éppen 2 napos rendezvény. És amikor hazamentem, akkor úgy jöttem el, hogy a Detti zokogott, és rángatta a ruhámat, hogy mi a francért kell neked elmenned. És miért nem vagy te ugyanolyan anyuka, mint a többiek? És akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, drágám, azért nem vagyok olyan anyuka, mint a többiek, mert később olyan dolgokat fogunk tudni megtenni, mint amilyet most a többiek nem tudnak megtenni. És akkor valahogy megértette, valahogy átment neki. Aztán jött a következő tragédia az életembe. Meghalt az édesanyám 50 évesen. És én teljesen kivoltam bukva rajta. Figyelj, fél évig locsolgattam magam. De belemenekültem a munkába, és elkezdtem dolgozni, akkor már a lányom Budapesten élt, és próbáltam őt támogatni, megpróbáltam megtalálni az egyensúlyt az akkor már a párommal, Pacai Sanyival együtt, és vele most már 17 éve élünk együtt. És ő egy olyan támasz a számomra, aki a Dettinek is a pótapukája. Tehát, hogy amikor kiment külföldre a lányom, akkor már úgy mutatta be, hogy ő az apukája. És szólt, hogy milyen jó érzés. Nekem is, meg Sanyinak is.
És azt kimondani, hogy mi egy család lettünk, évek után mertem kimondani. Féltem kimondani. Féltem attól, hogy ha ezt kimondom, akkor valami meg fog romlani. És amikor meghalt az édesanyám, ott maradtam, és azt mondtam, hogy na, Herman, te felnőttél. Ott van a gyereked, ott van a családod, ott van az édesapád, akiről gondoskodni kell, mert ő meg még jobban összerogyott, mint én. És aztán rá 9 hónapra az édesapám is meghalt. És azt hittem, hogy figyelj, innen nincs ébredés, innen nem tudok majd fölállni. És volt egy fél év, amíg szinten tartással dolgoztam csak az üzletbe. De voltak vezetőim, voltak olyan emberek, mint a Robi, mint az Izáék, és sorolhatnám itt sorba, akik elől ülnek, akik dolgoztak közben is, miközben én a sebeimet nyalogattam. És vezetők, és óriási vezetők, óriási legendák nőttek ki. És nagyon büszke vagyok rájuk. Rólam azt szokták mondani, hogy oroszlán vagyok. Tehát, hogyha bántják a csoportomat, akkor én hoa. Tehát akkor azért én ölni tudnék, kimerem mondani ezt is. Aztán megváltozott közben minden. Tehát, hogy szinte észre se vettem, de tettem a dolgomat, és ma már ez a szóring üzlet 6 igazgatói lábból áll. És képzeld el, hogy én erre csak azt szoktam mondani, hogy figyelj, volt 6 sikeres napom. 6 olyan sikeres napom, amikor vezetőket tudtam behozni az üzletembe. De ezek a vezetők olyan emberek, akik, ha már nem lennék, és a fejemre esne a 6-os villamos, a gyerekem megörökölné, mert ugye ez örökölhető üzlet, akkor is ez a csoport menne tovább, és létezne tovább. És ezeknek az embereknek megvan a külön története. A Varga Robiról egy történetet szeretnék nektek elmondani. Én emlékszem arra, amikor ő elkezdte ezt a vállalkozást. És emlékszem arra a pizzázóra, ahol beszélgettünk, és azért jött el, mert fizettük a pizzáját. Mert egyébként nem tudta volna kifizetni. És emlékszem annak a pizzázónak a lépcsőjére, amikor az emeleten voltunk, és képzeljétek el azt a képet, amikor a Robi így azt mondta, hogy nem érdekli őt ez a Forever, mégse. És aztán valami történt, és 2 perc múlva a Robi feje megemelkedett a lépcsőnél. És visszajött, és aláírta a regisztrációs lapot. És azt hiszem, és nem csak azt hiszem, tudom, hogy a csoportomon belül a Timinek és a Robinak van a legnagyobb üzlete. Én nagyon örülök neki, hogy itt vagytok. Akik itt voltak tegnap, azt hiszem nem kell bemutassam a Halmi Istvánt. Halmi István úgy kezdte ezt a vállalkozást, hogy, mint ahogy elmesélte, többszöri visszautasításra, de én emlékszem arra a legelső beszélgetésre, amikor éppen ők felújították a házukat, és megérkeztünk január 2-án, tehát biztos, ami biztos, és ahová az összes bútorát berakta, egy raktárhelyiségben ültünk 2 asztalnak a tetején, és ott próbáltunk vele beszélni arról, hogy milyen jó a Forever. És olyan elutasító volt, és rögtön azt mondta, hogy nem, hát ő lojális, ő biztos, hogy nem fogja ezt a vállalkozást elkezdeni. És ugyanúgy jött az életében egy olyan dolog, mint amilyen a tiédbe is jönni fog, hogy lojális lett időközben a Foreverhöz. Mert jó lett a termék, mert tetszett neki a marketing. Aztán van egy 5 gyerekes édesanya, aki egyedül nevelte, mint az 5 gyerekét, és azért jött be a Forever vállalkozásba, mert pénzre volt szüksége. És amikor elmondta nekem, hogy mind az 5 gyerekének másik az apukája, akkor láttam, hogy ez a nő komolyan gondolja a gyereknevelést. És hogyha komolyan gondolja a gyereknevelést, akkor a csapatépítést is pont ugyanilyen komolyan fogja gondolni. És a Torkom Juli jelenleg menedzseri szinten van, és nagyon sokan ismeritek, mert a Berkics Mikinek közben a titkárnője is lett. Aztán van egy Gyuri ember, aki imádott énekelni, imádott gitározni, a Cseri Együttesnek az énekese volt, és őt úgy ismertem meg,
hogy éppen pincérkedett, mert valahogy már nem fogytak a lemezek, valahogy már nem tudott stúdiót finanszírozni magának, és pincérkedett, és az egyik barátommal azért, hogy éppen aktuálisan kirázzon a mélypontomról, elvitt vacsorázni egy étterembe. És ez a fiatalember hozta ki a levest. És én ezt a fiatalembert ismertem már egy másik rendszerből, és elkezdtünk beszélgetni, természetesen elküldött, viszont egy dolgot megkérdezett, hogy ha olyan jók ezek a termékek, akkor az ő testvére, aki cukorbeteg, annak jó lennének-e ezek a termékek. És volt egy pont, ahol tovább tudtam vinni a beszélgetést. Nem adta meg a telefonszámát, viszont az étterem számláján ott volt a telefonszám, így el tudtam érni, és ma már senior menedzseri szinten van az üzletemben. Volt egy házas pár, aki a nagy család, a nagy János és a Judit, őket én örököltem. A kettőnk között lévő úriember úgy döntött, hogy nem szeretné tovább építeni a Forever-t, és kilépett a rendszerből, így megörököltem a nagy házas párt. Ők menedzseri szinten vannak, ők Szlovákiában dolgoznak. Múlt hónapban voltam náluk éppen egy nagyon komoly konzultáción. Aztán ebben az évben megszületett a 6. menedzserem. Ikkotáról érdemes azt tudni, hogy ő egy nagy vállalkozást vezetett, a párjának, a volt párjának a vállalkozását. És mivel a párkapcsolatuk tönkrement, ezért a vállalkozásból is ugyanúgy ki lett ebrudalva. És ő azt mondta, nem tudom, olvastátok-e, hölgyek, a Kim Kiyosakinak a nőknek szóló könyvét, de hogy ő azt mondta, hogy többet nem akar így 50 évesen férfitől anyagilag függni. És ezért kezdte el a vállalkozást. Figyelj, 15 évig fogyasztotta a termékeket. Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és amikor elérte a menedzseri szintet, ott sírt fönt a színpadon, hogy ő neki ez miért nem jutott elő eszébe. És akkor azt mondtam neki, figyelj, mindenki megérik erre az üzletre. És ezt neked is mondom, mindenki megérik előbb-utóbb erre az üzletre, csak légy hozzá türelmes. Aztán volt egy nagyon nagy célom, hogy támogassam a lányomat. Tudod, amikor otthagytam és sírt, akkor, mint anyának, eszméletlen lelkiismeret furdalásom volt, hogy most megint otthagyom, hát milyen anya vagyok én, hát az édesanyám meg még meg is kérdezte ráadásul, hogy milyen anya vagy te, hogy otthagyod a gyerekedet, mert hogy jóformán csak ünnepnapokon lát. Tavaly mertem tőle megkérdezni, hogy figyelj kicsim, emlékszem, hogy otthagytalak, és tudod, sokszor voltál a mamiékkal, de hogy mennyire sérültél, és mennyire bánod te ezt az egészet, hogy akkor otthagytalak. És akkor átölelt, és azt mondta, hogy figyelj anya, te egy nagyon jó anya vagy, és te gondoskodtál rólam, és neked köszönhetően el tudtam végezni az egyetemet. És a Forever-nek köszönhetően olyan életet élünk, amilyen életet élünk. És figyelj, 17 éven keresztül lelkiismeret fordulásom volt. Tudod, amikor dolgozik benned, hogy ott hagyod a gyerekedet, tudod, és akkor még az édesanyád még oda is mondja, hogy hát azért milyen anya vagy te, meg rossz anya vagy fiam. És képzeld el, hogy onnantól kezdve megkönnyebbültem. Ő orvosi egyetemet végzett, most rezidens Németországban, tanulja a szakmát, imádja a szakmáját, és mint kiderült, 8 éves kora óta készül az orvosi pályára. Szerinted megbeszélte velem? Soha. Egy dolgot viszont megbeszélt, amikor közös célokat állítottunk ki, amikor azt tervezgettük, hogy ha anya dolgozik, akkor hova fogunk elmenni nyaralni, és elővette a világ 100 csodáját, és akkor szépen bejegyzetelte, hogy ő hova szeretne eljutni. Figyelj, mindenhová eljutottunk, amit bejegyzetelt. És ez mind a Forever-nek és Rexnek köszönhető. Aztán, amikor megtaláltam a Forever-t, akkor tudod, én nekem olyan érzésem van, nem tudom, te ezt hogy érezted, hogy hazaérkeztem, hogy hazajöttem, hogy ezt nekem találták ki. És ennek a cégnek köszönhetőek azok a dolgok, amiket elértünk. Az elismerések,
az, hogy külföldre hívnak előadni, az, hogy 17 éve folyamatosan utaztat a cég, hol Amerikába, hol a világ más területeire. Óriási érzés volt az, amikor megalakult az úgynevezett President Club. És még a Dusty Green, ő volt az európai vezető, tőle kaptuk meg azt a kitűzőt, ami azt jelképezte, hogy a világon benn vagyunk a topba. Itt Magyarországon 20 házas pár kapta meg ezt a kitűzőt, és többek között együtt voltunk a Robival is. Én nagyon büszke voltam arra, amikor ez a cég a munkatársaimat elismeri. Nagyon büszke vagyok arra, és olyan boldogan tapsolok, amikor én lent vagyok a színpadon, és titeket meg elismernek fönn a színpadon. Elismer a Sándor, elismer Rex, elismer Greg. Az olyan melengető, olyan szívet melengető. Én azt szoktam mondani, hogy olyankor ilyen nagyon magas hőfokon tudok égni. És nekem az, hogy titeket ismernek el, az nekem sokkal jobb, mint amikor engem ismernek el. Persze jó érzés az is, de az sokkal kellemesebb érzés, amikor látom a sikereket a csoportomon belül. Aztán, amikor Soaring lettem, emlékszem rá, akkor volt az a pillanat azoknak a kedvére, akik most vannak itt először, az a szárnyaló, és azt jelenti, hogy 5 front menedzseri lábad van. Amikor Soaring lettem, akkor szóbotlásként azt mondtam, hogy szeretném megkérni azokat a menedzsereket, akik tudják, hogy a csoportom részei, és itt vannak a teremben, és akkor álljanak ki mögém. És képzeljétek el, a teremnek a fele fölállt, én magam lepődtem meg rajta. Sándor azt kiabálta, hogy Teca, ne, leszakad a színpad. De olyan jó érzés volt látni azt, hogy rengetegen voltak. És rengetegen vagytok, és tudom, hogy még többen leszünk. Mert értékes vezetőkkel van tele ez a csoport. Aztán én úgy érzem, hogy megtaláltam azt a teljes életet, amitől én ki tudtam teljesedni. Én rengeteget tanulok, rengeteget fejlődök, én rengeteget képzem magam. Nem tudom, neked hogy telik a napod. Az én napom úgy kezdődik, hogy reggel motivációs anyagokat hallgatok. Tudom, mondhatnád, minek már neked, de kell, mert nekem is ugyanúgy föl kell turboznom magam, mint mindenki másnak. Én is ugyanazt az alapmunkát csinálom, mint mindenki más. És lehet, hogy azt mondanád, hogy már minek? Tudod miért? Mert élvezem, mert nagyon szeretek segíteni embereknek, mert ez az életem, mert ettől teljesedek ki. Aztán azok a kirándulások, amelyeken részt vettünk, rengeteg fotót tudnék mutatni, de a legis legelején nem az utazások miatt kezdtem el az üzletet. Én a legis legelején azért kezdtem el az üzletet, hogy egy kiló banánt meg tudjak venni a gyerekemnek, és ne csak egy darabot. És lehet, hogy te nagy vállalkozóként vagy itt, de tudom, hogy te is megtalálod a saját motivációdat. Hiszen, ha te végzed a mókuskerekedet, mint nagy vállalkozó, akkor rájössz arra, hogy a Foreverben megtalálod saját önmagadat. Ki tudsz teljesedni. Meg tudod találni a vezetőképzéssel azt, amivel, ha még a hagyományos vállalkozásodat tovább is akarod csinálni, de hogy hogyan teheted könnyebbé. Hogyan teheted mássá. És úgy gondolom, hogy ha küzdesz az álmaidért, és már pedig érdemes küzdeni az álmokért. És érdemes arra odafigyelni, hogy ebben a küzdelemben mindig te gyerek nyertesen. Akkor viszont, ha nem jössz ki nyertesen, akkor GPS. Akkor tervezd újra az életed. Figyelj, nem mindig sikerül az, amit kitűzök célul. De újra tudom tervezni. Egy napig nyafogok egy kicsit, aztán újra tervezem az életem. És tudom, hogy te most azért ülsz itt, mert te is meg akarod változtatni az életedet. És azért nem vagy a wellnessbe, mert keresed azt az egy mondatot, amiért te idejöttél. És tudom, hogy képes leszel fölépíteni olyan szintűre az üzletedet, amire erre te szeretnéd, és amit el tudsz és elmersz képzelni. És amikor most hazamész, és megírod a célfüzetedet,
és ígérd meg nekem, hogy addig nem fekszel le, amíg meg nem írod a célfüzetedet. Mert most ki van tágítva a tudatod, ki van tágítva a képzelőerőd, és most látsz reálisan. Amikor holnap bemész a szürke hétköznapokba, akkor az a hétköznap az le fog húzni téged. És az vissza fog lökni abba a mókuskerékbe, amit élsz. Ugyanúgy fölkelsz, ugyanúgy elindulsz dolgozni, ugyanúgy leszív a főnököd, ugyanúgy tönkre akar tenni a főnököd, ugyanúgy mássá akar változtatni a főnököd, mint amilyen vagy. És biztos vagyok benne, hogy ha most megírod a célfüzetedet, és azt minden este, minden reggel fölolvasod, elolvasod, és beleképzeled magad abba a dologba, akkor biztos vagyok benne, hogy azért a célért képes leszel dolgozni. Nem sokára itt van január. Január 1-ével én a lehető legkorábbi napon leülök magammal beszélgetni. És a beszélgetés az arról szól, hogy én mit akarok az elkövetkezendő 40-50 évben megcsinálni. Nem, hogy holnap, hanem, hogy mit tervezek, hogy hogyan tervezem tovább az életemet. És tudom, hogy küzdenem kell. Tudom, hogy mennem kell azon az úton, amit én 19 évvel ezelőtt kiválasztottam. És úgy döntöttem, hogy haladok tovább. És figyelj, lesznek biztos olyan emberek az életedbe, akik folyamatosan azon fognak törekedni, hogy nehogy jól érezd magad. Figyelj, olyan emberré válsz 5 év múlva, amilyen emberek között vagy. Amilyen könyveket olvasol, amilyen hanganyagokat hallgatsz. És ez az 5 év terve. És 5 év alatt meg fogod tudni változtatni az életedet. De csak te tudod magad megváltoztatni. És a környezeted semmilyen hatással nem lesz rád. És meg fog változni a baráti köröd, és meg fog változni mindenki körülötted. Én szeretnék kérni egy videót. Ez a küzdelemről szól, és az én üzenetem felétek. A nagy gondolkodók és a sikeres emberek már rájöttek, és bebizonyították, hogy a siker titka a hit és a pozitív gondolkodás. Nem számít, hogy a célod ott, abban a pillanatban lehetetlennek tűnik, hogy mindenki és minden logika azt mondja, nem lehetséges. Az számít, hogy hiszel benne, és mindent megteszel érte. A legnagyobb ellenfeled saját magad vagy. Te vagy, akinek van egy énje, ami fékez, ami gátol, ami félelmeket és akadályokat lát. De le kell győznöd, hogy amikor a tükörbe nézel, azt az embert lásd, akit szeretnél. Aki tesz a céljaiért, aki az álmaidat és nem a félelmeidet éli. Ha hiszel, akkor valamilyen ok folytán a sors olyan eszközöket ad a kezedbe, amik addig elérhetetlenek voltak. Az eszközök jönni fognak, ha mindent beleadsz. Akkor is, ha nem számoltál velük. Mert az elméd formálja a világot. Én kívánom, hogy találd meg életed minden területén azt az örömöt, azt a boldogságot, azt a sikert, amit most keresel, vagy keresni fogsz, vagy már megtaláltál, élj tovább. Köszönöm szépen a figyelmeteket!